Köszöntök szépen mindenkit a ma esti livestreamben, és hát folytatva a 90-es évek nyarát, most egy újabb játékkal fog szolgálni, hogyha már volt egy kis kínszenvedés a krokkal, akkor most talán jöjjön egy kicsit chillesebb játék, bár általában a Nintendo 64-es játékok nem feltétlenül erről híresek, de a California Speed viszont azért annál inkább. Egy gyakorlatilag arcade játék az, ami portolva lett az N64-re, és hát mit ad Isten. Egyszer kipróbáltam, sőt végigvittem egyszer, de streamben még nem volt. Fejjennek innen is egyébként köszönöm, mert hogy mutatta a játékot, mert még amikor ő nyomta streambe, akkor kb. Onnan ismertem meg, és megtetszett, úgyhogy ja. Úgyhogy most én is teszek egy próbát a streamben végig egyszer a játékot. Hát emulátoron fut, és a helyzet az az, hogy save state egyébként eléggé masszívan garantált lesz majd emulátoron belül, ezt majd így fogom tudni megoldani. Viszont egyébként a jó mókáért egyébként pont tegnap jött meg ez a kontroller, N64-es, csak PC-re, úgyhogy kicsit legyen autentikus, hogy így mondjam. Na közben üdv a chaten is! Zimbenzin az. Üdv Dávid, üdv Dekapó. Na, és akkor, hát ugye van single verseny, practice, illetve ugye a series, hát ugye nyilván a single meg a practice az teljesen nonsense, az nekünk nem kell, hanem a series, és hát itt vannak egyébként ugye írva, hogy pontosan mi a helyzet, hogy mikre lehet számítani. Ugye nyilván hát szépen sorjába haladunk, úgyhogy kezdünk a light-tal, amiben 3-7, ami, ha jól emlékszem, 3 pályát jelent, és egy pálya, egy hét, igen, úgyhogy 3 pályát fogunk ma itt, legalábbis a Light-ban. Ami amúgy nem igaz, úgy látom 5 lesz. Jó. Szia Balázs. Szóval, jó, akkor nem tudom, hogyan működik a... Ja, értem! Jó, mert igen, 3-7 lesz, úgyhogy ja, egy széria azért egy viszonylag... hosszabb széria, nem annyira hosszú egyébként, tehát lenyomunk egy ilyen versenyt, aztán szavazom egy pár perc. Na, viszont a helyezésről egyébként azért azt kell tudni, hogy azért talán nem annyira ördöngős, legalábbis a pontrendszer a játéknak, tehát nem büntet olyan csúnyán. És hát a helyzet az az, hogy én is felfedeztem egyébként azt, hogy ez a személygépjármű megfelel a célnak, vagyis az, hogy egyáltalán itt a kupát megnyerjem, úgyhogy gyors egy save state-et mostolunk is, és hát kiválasztom. Timert megindítunk. Már akkor lehet is csapatni. Igen, úgyhogy látni lehet, hogy különböző színű hopper, hát kamion, de nem ez lett volna a lényeg. Golfkocsi, meg mindenféle autó. Azt hiszem lehet egyébként cheat-elni ebben a játékban, hogyha elkezdődik kicsit oda-vissza baszoktatni a kart, akkor egy picit jobban gyorsul az autó. Bár ez nem feltétlenül a golfkocsinál működik, hanem a muscle-nél. Ezzel a személygépjárművel nem lehet sajnos végigvinni a játékot, pedig amúgy jó ötlet lenne, csak pont azt hiszem az egyik kupa az nem teszi lehetővé. Hát már nincs benne. Úgyhogy sajnos nem lehet. Egy darabig viszont lehet ezzel tolni. Hát amiközben az AI kicsit bénázik, hogy enként neki megy a... mondjuk a szembejövő kamionoknak. Jó, hát mondjuk nem, mintha én nem tettem volna ezt meg. Mert egyébként hogy dől ez a golfkocsi. A térkép egyébként, mit nem mondjak, eléggé silány. Tehát nem mutat sokat, csak a forgalmat meg a többi autóst. Kettős pontes, hát látod, sajnos ezt a fejlesztőknek kell mondani. Ugye, miért nem tették lehetővé azt, hogy a golfkocsival mindenhol lehet menni? De hát sajnos nem lehet ez ilyen. Egyébként azt kell mondjam, hogy viszonylag rövid játék, úgyhogy ez valószínűleg csak 2 streames lesz. Úgyhogy most ma, meg majd a jövő héten lesz majd várható. Kisebb osztal 3, hát... Ez ilyen.
De legalább pont azt a Silicon Valley-be kezdünk, úgyhogy nagyon jó, mert most belemegyünk a nem tudom milyen gépnek a belsejébe. Láthatunk processzorokat, meg tranzisztorokat. Meg ilyeneket. Érdekes pályadizájn. Amúgy az a durva, hogy azt most itt pont a processzor... Ezt most tudom, hogy fogjuk egyáltalán látni. Látjuk, igen, és Midway logó van. Viszont az Arcade változatban meg 3DFX logó van. Mert amúgy igen, eredetileg ugye Arcade játék, és ez portolva lett el 64-re. Amit egyébként a Midway csinált. Ami tök jó, mert egyébként az Atari is arcade játékokat amúgy a Midway viszonylag egész jól tudja portolni. Na, és akkor meg is van az első hely. Lusta vagyok, úgyhogy tripla A. Na, és akkor lehet, mi lehet a következő? Egyébként itt látni a pontozást, hogy 12 pontot kap az első helyezett, 9-et a második, tehát egy olyan durva 3 pont előny van. Utána a második, vagy a harmadik az 7-et kap, tehát itt már azért szépen szaladnak az előnyök, ugye a negyedik már 5-öt, és akkor ugye lehet látni nagyjából a pontszámokat. A hál' Istennek a pontokat azért el lehet olvasni, a neveket már azért viszonylag kevésbé. Igen, de azért látni lehet, hogy van Hopper, Mercado, Fairchild, illetve egyetlen egy golfkocsi van rajtam kívül. Nagyon jó, viszont a következő... az mi is? Az a baj, pályaneveken már el vagyok tévedve. Azt tudom, hogy van San Francisco, meg van ilyen Silicon Valley, Monterey. Mi volt még a... az a bevásárlóközpont is. De már most nem fog eszembe jutni a neve. Nem tudom, ki van legelő, de az most nagyon elhúzott. Ott lögdösi a izét. Ez nagyon jó. Ezt most kicsit viszont egy ventilátort elfelejtettem belőni magamnak. A verseny után ezt orvosolni kell. Sajnos rohadvány veleg van ma is. Van, ezért repesztek ám itt 190-nel, lassan. Hát, az a helyzet, hogy sajnos az atléta muszáj, mert pont emiatt a rohadvány nagy meleg miatt. Mert ha most itt pólóban ülnék, akkor nem tudom, megsülnék. Így is majd megdöglök, olvadok. Hát figyelj, a koronétát meg lehetett volna oldani, bár most az a baj, ez rohadt drága, keresztet meg nem vagyok hajlandó fölvenni. De várjál, már most nézem, hogy itt egy rövidítés. Most láttam. Ez csak most tűnik föl. Jól. Összecsítelem a pályát most azonnal. Jó, hát találtam itt egy tök jó rövidítést. Király. Mondjuk ezt a kanyart nem lehet normálisan bevenni. Úgy tök jó, hogy nálam a Twitch az így abszolút kifagyott. Vinla csak in the house, az. Ja, in the stream. In the stream. Merre ez aggodokozom, ez nem az, amelyik a... De amelyiken a hullámvasút van. De. Egyébként az a jó, hogy a hullámvasútos résznél tudok elézni. Vagy ha eddig lemaradt a pot a hülye kanyar miatt, akkor most itt van a hullámvasútos rész, és itt elézni lehet. Valamiért itt az AI mindig elbukja. Megy minden. Akkor jó. Jó, nálam halt meg a Twitch, ezek szerint így a streamet abszolút nem indítja már el. Na de hát fuck it.
Lehet, hogy mindjárt baszok neki valamit. Baszni kell itt a rendszernek. Imádom, hogy ezzel a golfkocsival hogy lehet repeszteni. Ja igen, egyébként ezt a logikát sose értettem, hogy itt víz. Miért van víz? Full speed! Várjál. Neki is cseszek valamit. Jó, lesz a nevem senki. Player egy ponyboy. LOL. Na, jöhet. Central Valley. Király. Mondjuk azért szívet nem árt, nem? Hosszom meg a bölcsességemet a család fontosságára, a család dipótlék. Az már név tetszett. Szerintem is a Ponyboy egy nagyon jó név. Ez az! Kúrjátok itt ezt a rohadt izét. Elítanak, várjál, pont ezen a pályán van valami nagyon creepy easter egg. Az egyik ilyen tábla. Azt nem fogom megmutatni most, mert ehhez meg kell állni. Amúgy tényleg nagyon jó ez a pálya. Itt most még ilyen izé country zene megy meg minden lótúró, majd aztán egy bevásárlóközpontba megyünk. Az közel volt. Na ott már megint csesztetik ott a lakókocsisat. Ez lehetséges, látod Balázs? Ebben igazad van. Kész, bevásárlóközpont vagyunk, egyből megváltozik a zene. Nem, hogy ez jó. Jó, emeljetek pont az az, hogy az arcade verzióban még emberek is vannak, akiket hát el lehet ütni. Jó, mondjuk nem megy át Carmageddonba, vagy ilyen víres cafatokra esnének szét meg minden, azt hiszem. Bárki tudja, Midwayről beszélünk. Mortal Kombatet csak ők csinálták. De YouTube-on kell egyébként megnézni. Egy úristen, nem bírtam működésre bírni amúgy a arcade verzióját. Még amúgy marhára kíváncsi lennék, hogy milyen. De ezért ez a golfkocsi, ez repeszt. Azaz. Meg nem tudom, lenne még azért szerintem plusz háttérzaj is. Mondjuk nem tudom, borulnának az üvegek, nyikorogna az ajtó, már az is elkezd sírni. Na, kövi. Egyébként nagyon csúnyán alázok. Na most jön Mojave. Mojave, vagy hogy kell kimondani? Ja nem, ezen a pályán van az a creepy tábla. Jó, most már rájöttem. Igen, ott van, mi az a fehér. Igazából pont ezt mondom, hogy majd a VOD-ban érdemes megnézni ezt, megállítani, és elolvasni. És tök durva, hogy egyébként ott van szem előtt, csak senkinek nem tűnik föl, mert hamarabb figyel ugye az útra. Jaj, itt ráadásul azt hiszem, a végén meg UFO-khoz megyünk. Igen, ugye ezek a kötelek is nagyon jól néznek, egy olyan pixelesek, mint a fene. Ha igen, azért az N64 nem egy hajam.
hogy is mondjam, N64-re egyébként, ezt úgy pont mondtam is, hogy ecseteltem, hogy ezért a versenyjátékok nagy többsége nagyon rosszul öregedett N64-em. Borzasztóan. Mert ugye az N64 az pont arra volt képes, hogy még ugye a PS-nél ugye a textúra az megmaradtan pixeles, az N64-en meg ezt ugye próbálták mindig a textúrákat ugye elmosni, blőrözni, és hát azért annyira az nem áll jól. Sajnos nem is néz ki jól. Azaz, pick-upot kell lögdösni. Itt van megint ugye ez a tábla. Másik oldalt. Egyébként azt nézem, hogy ráadásul amúgy ezek a golfütők olyan pont fordítva lettek izélve. Nem. Akadozik nálam is. Úgyhogy azért kérdeztem, hogy mondom, akkor ezek szerint nem. Akkor most lehet, hogy ma Twitch probléma van. Mert nálam is így most már nem is tudom, még mindig izénél tart a Central Valley-nél. A bevásárló központos résznél. Itt vannak a jó nagy, nem is tudom mik ezek, elméletek van, ízék akarnak lenni, ilyen robotúfók. A cél is itt van, már mögöttem az ellenfél. Tök jó, hogy ott táncikálnak a csajok, amúgy meg ott a rengeteg UFO. Na és akkor utolsónak jön a San Diego. Szóval nem is tudom, hogy 20 perc alatt lehet lezavarni egy hetet. Mondjuk a State az kicsit más tészta. Összes pályán megyünk, ha jól tudom. Mit csinálsz? Hát elég át még Mexikóba. Aztán vissza. Mit csinálsz a Twitch-sel? Ennyi Balázs. Na te ilyet. De úgy tök érdekes, hogy arról beszélünk, hogy California Speed ez a játéknak a neve. Hol vagyunk? Most Mexikóban már. Mondjuk, némelyik épület nem tudom, olyan furán néz ki. Az előbb most az feltűnt, hogy ez valami iszonyat durván el volt blőröződve. Fel se lehetett ismerni, hogy egyetlen az mi volt. Ja, most meg visszatértünk az USA-ba. Kicsit meglátogattuk Mexikót. De fel lehet ugorni egyébként, az sose sérült. Tényleg, ez is rohadt blőrözve van ez a... De ez a durva, hogy tényleg annyira nem tudom, olyan kicsit ilyen össze-vissza csinálták. Némelyik épület tök blőr, tehát alig úgy el van mosódva, mint a fene. Ki se lehet már szúrni, mi akar az lenni. Mit látunk a másik, mert tök normálisan néz ki. Szóval... Textúrázással itt vannak ám problémák, és ez nem a izé emulátornak a problémája. Azért mondom, hogy az N64-es portokat egyébként ilyen grafikai szempontból borzasztó rosszat csinálták meg. Na.
legyünk a következő hétre. És amúgy azt hiszem ugyanezt csináljuk meg dettóra. Hát semmiben nem változik ez. Aztán tükrözve van meg ilyenek, hogy de azt hiszem az se. De szerintem ez az se. Ja várjál, nem, ez más pálya, nem? A San Diego-t azt, hogy jól láttam, az ugyanúgy volt. Vagy ez Silicon Valley? Ja de ez Silicon Valley. Akkor nevermind, nem szóltam. Tényleg ugyanaz a vizé pálya. És ugyanegy, még egy ilyen hetet le kell tolni. Béket ott hagytam arra a radai rossebbe. Totálisan el is tűntek. Bár az a helyzet, hogy nem lehet őket annyira durván ott hagyni, szóval az, hogy most én őket itt nem látom, az azt jelenti, hogy valahol a seggemben vannak. Mert pont az van, hogy mihelyest, mit tudom én, neki megyek mondjuk egy falnak, hogy így elkezdek lassulni, egyből a seggemben lesznek. Na Balázs, sikerült megerőszakolnod a Twitch-et? Vagy totál halott az egész? Jobb időt futottam. Ez az, Santa Cruz. Igen, ott voltunk. Nagyon jó! Még tudom vezetni már ezt a golfkocsit, össze-vissza izé ugrál, amikor irányíthatatlan. Na, úgy látom, hogy tényleg annyira hallott a Twitch, hogy kérdése hallatszódott. Na, hogy válasz nem érkezett. Azért ez igen, hogy itt van ez előttem, nem bírom megelőzni. Nyomom neki, mint az állat. Végre. De sokáig tartott ez. A Balázstól kérdeztem, hogy van, hogy sikerült így megerőszakolni a Twitch-et, ha már itt mondta.
Vagy lehet nem is figyel egyébként. Hát látod? Válaszra sem méltott. Na de ilyet. Azért mondom most, hogy megnézem, hát nem, Balázs abszolút nincs itt. Ennyi-bennyi. De akkor ezek szerint nem sikerült neki. Gyertek, hogy ott is van vízeffekt, ahol nincs víz. Hát így jó. Most lehet, hogy már azért kéne más kocsival is menni, de a helyzet, hogy mivel a pálya is. Ugyanaz. Mint eddig. Egyébként azt nézem, hogy például ez a kompakt kocsi, ez például pont a Rush-ban is volt, San Francisco Rush-ban. Meg a Rush 2-ben. Gyönyörű volt. Így kell a kamionnak neki szaladni. Ez igaz, nagyon jó, hogy így fogja magát, és így ne, megfordulok, de ilyen tök derékszögbe. Ez nagyon rossz. Már jó. Ez például itt a víz miatt el lehet rontani. Azaz golfkocsi. Egyébként tök jó, hogy van, amikor amúgy a autóknak a sorrendés, amúgy tökre nem konzisztens, tehát nincs, itt nincs az, hogy valaki fixen kell, hogy nyerjem. Nincs. Tehát itt ahogy jön. Az, hogy most elbukom ezt a versenyt, ezt második leszek, még így is jól állok. Szóval azért mondtam, hogy az a helyzet, hogy ez a játék annyira nem büntet. Ahhoz képest, hogy N64-ről beszélünk. Úgy imádom, hogy dől el, hogy ez a golfkocsi. Szerintem egy kicsit tengelyhibás már ez az autó. Kéne javítani a fél tengelyét. Táncikálnak a hügyek.
de jó hangja volt a flakonnak. Na hát akkor jön megint a sivatag. Az igen, ott erőszakolják egymást. Amúgy azt hiszem észre, hogy azért egy előfordul, itt egymást erőszakolják. Nem tudom, miért csinálják. Ne bom. Amúgy még jó, hogy a zene hangosabb, mint maga a játék. Na, volt mindegy. Most állandóan lehet szaggatni. Ja, de így megy ahogy a golfkocsi, mint egy porszívó. Nem is tudom, hogy ki lehet esni így a pályáról. Na hát, új pályaelemeket fedezünk fel. Jó van, ez se volt rossz. Tudjuk azért részletek, hogy az olajkutak legalább mozognak, nem csak egy textúra. Úgy látom, hogy talán a Twitch összeszedte magát most. Most már megy folyamat. Még mindig kém, hogy eléggé creepyek ezek az UFO-k. Már egyébként még mindig én nem tudom, milyen indokolatlanul nagy, nem tudom, mi akar ez lenni. Na, és akkor a hét utolsó versenye. És utána jöhet a harmadik hét. És megyünk Mexikóba. Mexikó. Ez egy ilyet beelőzött, mondja visszaelőzöm. Úgy tök jó, hogy amikor így zuhan, akkor így remeg az autó.
De fogalmam sincs, hogy miért. Ugyan a fűre megyek. A fúre. Hát ott a finish, mosogatógép. De most nézem, hogy a golfkocsinak is a izé kormánya kurva szarul van textúrázva, szóval helyenként broken a játék. Ez az, harmadik hét, és slőn ugyanazon a pályák. Na, jó van, menjünk azért más autóval. Melyik volt a jó? Azt hiszem, pont a Fairchild. Bum. Bum. Imádom, hogy neki mennek itt az autóknak. Igaz a durva, hogy nincs is olyan nagy forgalom. De valahogy ők mindig neki szaladnak egynek. Ez olyan jól sikerült, hogy én keresztül is mentem rajta. Na hát, jóló. Ezt most tök véletlenül kifogtam. Illetve milyen a golfkocsi? Egyébként ez a durva, hogy most nézem, hogy egy negyed óra alatt lehet lezavarni egyébként egy ilyen kupát. Nagyon jön, azaz. Sőt, hogy nem az, hogy negyed óra alatt egy kupát, hanem negyed óra alatt egy hetet, és akkor ezt most meg háromszorozzuk. Szóval 3-4 óra egy kupát megcsinálni. A sport is azt hiszem az annyi lesz. Ott is úgy jön ki, hogy 3 hét. 5 pálya, utána nem is tudom mi van. Fú, várjál, mert tudom, hogy van a States. Ami ott mindegyik pályán végig kell menni. Utána van az utolsó, ami 6 hetes. Az az Rainbow Road, ja. Kicsit olyasmi. Silicon Valley. Te várjál, de durva! Csak azt nézem, hogy van ilyen, ugye a neved mellett, hát ugye nyilván ugye a moderátorikon, de van egy szemáthúzó ikon, ami azt jelenti, hogy kép nélkül nézi a streamet valaki. Ennyi, Dávid, lebuktál. Mondjuk ez rohadt érdekes. Nem most, amit írtál, hát az hogy a túróba. Ha gyakorlatilag nem nézed, akkor honnan tudod, hogy jön a golfkocsi, itt az állat, aztán nem. Ez egy kicsit broken ilyen szempontból, de érdekes. Kajak. Ám ott írja, hogy kép nélkül nézi.
Az gyönyörű neki kent itt a kamionnak. Igen, azért szerintem lehet, hogy egy csöppet broken ma a Twitch. Azért, mert a stream az akadozott azért eléggé masszívan, legalábbis így a Twitch-en, amúgy meg nem. Mondjuk most már megjavult. Azt kell mondjam, hogy egyébként ez az N64 kontroller, amit rendeltem, ez tök jó. Ez tök jó ötlet volt. Már csak azért is, mert amúgy azért tervezek későbbiekben N64-es játékokkal foglalkozni, ahol például a C gombok szükségesek. Legalábbis jó lenne tudni, mi a C-gomb. Szöveztem már vele egy ideje. Egyébként az lehet. Azt szerintem lehet, hogy ha moderátor nézetben vagy, akkor lehet, hogy amiatt. De akkor azt nem tudom, miért nincs annak egy külön ikonja, hogy moderátor nézetben vagy. Itt rájöttem, hogy nem is kell fékezni. Légy csak a gázt elengedni és kész. Checkpoint. 20 másodpercig töltött a chat, nem? Valami most akkor gebaszos ma. Előfordul, hogy valamikor a Twitch egy kicsit ilyen helyenként broken. Betöltöttem normális semmi változás. Hát nem valami, akkor most lehet, hogy most hoztak be valami újítást, és emiatt most egy kicsikét így meg van halva, úgy könnyen lehet. Azért előfordul, amikor tényleg annyira nem lehet izét Twitch-en nézni egy darab streamet sem, mert annyira akadozik meg minden, de hát azzal meg nem lehet mit kezdeni, mert nyilván, hogyha ténylegesen a stream akadozna, azt azért észrevenném, de hát akkor meg írná, hogy egyrészt ugye mennyi frame-et droppoltam, meg másrészt azt is látnám, hogy milyen bitrátában megy a stream. Valamikor ugye volt már ugye ilyen, hogy ugrált össze-vissza, de hát most abszolút semmi ilyesről nincs szó. Úgyhogy ebben az esetben viszont akkor a Twitch-el van valami gond. Hát itt meg elpicsáznak, az jó. Nesze, erre hagyjál meg! Tök jó, nem lehet mozdítani őket a helyéről. Na, 21 pont. Na, nézzük Central Valley. Ne piszkáljál, hello! Az előbb beelőztél egy szemétláda. Papírtraktorok. És papírtehenek. Ó, bazd meg! Ez a baj, PTSD-m van. Papírkombájnok. Van itt minden. Mikor lesz már ezekből karton? Fogalmam sincs. Az autók mondjuk kartonból lehetnek szerintem. Amit én is vezetek, meg ugye többiek is. Jó öreg mém ez már. Hány éves? 3-4? Mikor Forza 4-eztem? Nem a Horizon 4, Motorsport 4. Akkor ment még divatba. Ez a faszkodás. Great Big Mall. Ez igen, ez név.
nagy-nagy bevásárlóközpont. 18-ban. A paszki, jól mondtam, hogy 4 éve volt már ez a meme. Ez a mém már ős régi. Az igen, hogy jön már. Csak, hogy a pitlibe. Ez az, lekúrtam a lámpát. Az igen, hogy keresztül mentem ott azon, nem tudom mi volt ott. Harminchárom pont. Én itt alázok, úgy érzem. Én indokatlannak tartom amúgy ezt a 3 hetet. Jó van, gyere nekem. Na, a Nightbot közben azért hasznosította magát, és dobja a reklámokat izomból. Nem baj. Tényleg, amúgy az izén felejtettük el eddig átírni a podcast csatornám, hogy most már ki legyen a hibás. Aztán még májusban ragadt. Hát, meg is kell oldani. Az helyzet, hogy én is annyira rég foglalkoztam ott a Easy Nightbot-tal, hogy átírjam. Kb. Mindig olyan időpontban Easy érkeztem, hogy na, akkor utána tudok streamelni, aztán elindítottam csak. Hát ez nagyon jó. Augusztusban úgy kéne, hogy mindenki hibás. Hivatalosan is mindenki hibás. Okold magadat. Vagy őt. Az az igaz egyébként. Igen, mert már volt minden. Hibás volt a játék, hibás volt az OBS, hibás volt a PC, mi volt még? Akkor nem is tudom, podcast tagok közül, meg már mindenki hibás volt. Vagy nem. Vagy nem, mert márciusban kezdtük el mémelni ezt az izét, hogy a játék, az OBS, meg a PC a hibás, igen, azért maradt az úgy. Előtte meg ki, nem is tudom, kik voltak a hibások. Na, gyűjjön San Diego még egyszer, aztán mehetünk a következő kupára. Végre! Gábor még nem volt, ez egyébként igaz. Szerintem Robi se volt még.
Azt nézze, hogy mennyire csak izé rövid volt Mexikó. Úgy szerintem felrobbantottak a hidet, vagy nem tudom. Shits. Jött itt a kompakt. Na, és akkor San Diego is letudva, hogy végre a Light Cup az kész. És Light Series Champion. Itt az autó. Ezzel mentem. Ami tök jó, hogy most így hirtelen fekete lett. És megkaptam ezt az autót, ami egy... rakásszar. Na, igen, és akkor annyi, hogy itt a Light Cup-ot egyébként végig lehet nyomni még egyszer. De hát sportolni fogok most. Ja igen, mert utána a Heavy van. Hogy is van? Igen, mert utána van a Heavy, a State, és utána van a Cup. Igen, és ugye a description azt mondja, hogy a Do the State, az azt mondja, hogy az eredeti árkád izét kell megcsinálni, minden egyes izé állambeli izébe elmész. Na, hát jöjjön akkor a sport, és itt lesz minden. Fairchild, Sportster, Muscle, Fairchild az jó volt. Jó lesz ez. Ellében kezdünk. Los Angeles. De szépen néz ki ez a Hollywood felirat. Na hát az szép volt. Így kell neki szaladni egy autónak, ami amúgy csak az az egyetlen egy volt. Toxikó. Azt a rohadt nagy kanyart. Na hát ez is imádom, hogy tényleg így gondol egyet és így megfordul. Keresztül megyünk a stúdiókon. Ja igen, itt vannak ilyenek, hogy ez itt ilyen hézagos a szett.
Amúgy tök, hogy beérek a célba, és így a mögöttem álló autó, az már így megáll. Ő nem megy tovább. Na, nyomja már át, légy szíves. Szeretném egyébként csak így ezeket a neveket, Pablito meg Pepito. Így mindenki figyelmébe ajánlani. Nagyon jók. Ez Monterey lesz, azt hiszem. Te távoli rokonok? Lehet. Ez igen, na hát ez szép volt. Ez szerintem Monterey lesz, mert azt hiszem pont itt van egy ilyen izé rész, ilyen rohadtú kanyargós, na ami hát az halál. Száguldunk. Kicsit kell keresztül menni. Ja, merre ez nem Monterey. Na akkor mi lesz te? De? Nem tudom, passzolom valami. Nem tudom, melyik pályán van, azt itt a vulkán kell keresztül menni. Azt hiszem, hogy ezt most szeretném megtudni, hogy ezt hogy csináljam, hogy az éjjel, hogy már itt van előttem. És nézd meg, itt pont a végére nem fogom beelőzni. Még marha közel voltam. Viszont még így is én nyerek, 21 pontom van. Mert ez szerintem akkor a másik izé muscle volt. Highway van. Várjál, akkor lehet, hogy ez lesz a szar. Valószínű. Tudom, hogy van egy ilyen izé pálya, amelyiknél pont van egy ilyen borzasztó kanyargós rész, és ezt valami lehetetlen megcsinálni. Normálisan. Na hát, így kell megerőszakolni egy lakókocsit. Kamion. Azt hittem, az jön. Na majdnem én voltam. A Twitch megint meghalt. Gyakorlatilag ez most itt pörög, mint az állat. Ja tényleg, na ez is szivatós rész. Ráadásul itt van ilyen, hogy simán rak így autókat. Bum. Gubbanolható botok sem jönnek. Egyébként tényleg ez meglepő. Még általában már rég itt szoktak izét topzódni ezek a botok. Lehet, hogy most annyira broken a Twitch, hogy most a botok sem működnek. Ez mondjuk jó dolog.
Ja, azért, mert ezek a hülye botok annyira tényleg nem hiányoznak, én nem is értem, hogy ezekkel miért nem tudnak mit kezdeni. Hol a finish? Ott a finish. Ez a pálya, ez 3 perc volt. Nice. Ott egy A. Ilyen nevek mellett egy A. Szerintem elfér. Na, jön. San Francisco! Ez az. Ez az. Így kell nekem jönni kétszer. Ötször. Trade paint. Egyébként pont az, hogy ennél a pályánál van az, hogy amikor már megyünk itt a metróba be, vagy mibe, az lesz egy kicsit szivatós. Telefon chat sem megy rendesen. Hú, igen, akkor azért ma haldoklás van, úgy látom. Minden jó, úgy tervezem, majd sokáig nyomni a streamet. Szokásos 2 óra. Jók leszünk. Aztán majd jövő héten folytköv. Meg is nézem majd, hogy amúgy ezután melyik játékot írtam föl. A vasút. Pont ez a rész, ami szivatós. Ugye ilyen nagy kanyarok vannak. Bazeg és beelőzött. Mondom, ez például sose lehet megnyerni normálisan. Na, viszont 42 pont, úgyhogy... Ja, most jön Monterey. Na, jó van. És ez a izi akkor ott, ami a... Nem tudom, ilyen... Akvatika, ilyen parkon kell keresztül menni, azt hiszem. Tessék, ott egy kamion, annak neki lehet menni. A francba. Ezt a vizes részt ezt mindig meg lehet fogni. Ó, ez igen.
Ezzel mondom. Akvárium, na, ez nem jutott eszembe. Szóval elég durva, hogy tényleg a Twitch most úgy megvan halva. Nem, abszolút nem szedte össze magát. Meg egyébként nem tudom, ez egy golfpálya akar lenni, de amúgy tök jó, hogy itt mennek az autók, ez igen. Ott a finish! Ez is olyan a következő hét ugyanezekkel a pályákkal. Király. Na hát nem, szedd össze magad, légy szíves, kedves Twitch. Ez az. Következő hét. Ugye, ja várjál, és az utolsót azt izéli, kérdőjelezi. Az mondjuk jó dolog. Na nézzük. A Sportster nem tudom mennyire jó, de a Muscle az kicsit kanyarodásban eléggé macerás, ez szar. Ja, megmutatom milyen a Muscle. Ja, de hülye vagyok, mert a Heavy-ben meg úgyis ezzel megyünk. Jó, lényegtelen. Megyünk egy kört, utána megint Fairchild, mert ugye a Heavy-ben aztán már kénytelen ezek a Muscle-el elmenni. Mert a Heavy-ben meg csak a Muscle jó. Carpool Violation. Gate, ráadásul pont a muscle-nél el lehet játszani ezt, hogyha elkezdem rángatni az autót, akkor elkezd jobban gyorsulni. Mint amúgy. Keresétek ebben a logikát. Igen, szóval azért a kanyarodások helyenként ez az autóval bajok lesznek, de hát na, mindegy. Nem olyan vészes. Igen, csak ilyen szempontból tényleg a Fairchild amúgy jobb. Végül is hülye vagyok, mert tényleg minden egyes verseny előtt lehet autót választani, úgyhogy akkor visszaváltok majd a Fairchild-ra. Annyi mondom, Muscle-el meg fogok majd menni. Mert azért a Heavy-ben kénytelen leszek azt használni, mert a Baja az eszméletlen rossz. Ami borzasztó lassú, meg szarul kanyarodik. Ez úgy annyira bullshit, hogy ennél a nagy kanyárnál még más autó is ilyen rohadt gyorsan tud jönni. Én nem. Igen. Na, azért Fairchild vissza, csak mondjuk kap valami értelmesebb szint, hát nem mondjuk ne rózsaszint könyörgöm. Fú, ez igen. Oda verős. Azért legyen piros. Ne tudom, legyen egy ilyen irtó gusztustalan színe. Piros türkizzel. Téli türkizzel, egy kicsit sötétebb türkiz. A türkizebb az, amelyik ott van elő.
De akár lehetne mondjuk sárga és a piros helyet. Elfelejtettem megnézni a pályánevét már megint. Figyi vagyok. Még most amúgy eszembe jutott, hogy... Erre kell. Na nézzük meg azt, azt a másik útvonalat. Állítólag az gyorsabb. De csak állítólag. És tényleg gyorsabb. Lol. Ó, középen is lehet menni. Na, azt meg kell majd nézni. Most nézem. Van középen is egy út. Azt meg kell majd nézni szerintem. Következő... Én a Highway 1! Highway 1! Ez gyönyörű volt! Kikerülni nem lehetett amúgy ezt. Igen, ezt is próbáld meg például kikerülni. Sok esély nincs. Hát, amikor amúgy erőszakolják az autókat, akkor aztán pláne. De van, amikor előfordul, hogy amúgy lazán keresztül mennek az autókon. Mint ami sem történt volna. Ott se lenne. Mivel ez szerintem jobb útvonal, mint az eredeti. Ha! Ez az meglökött király.
Ez az a helyzet, mert nem emlékszem, hogy amúgy tényleg mi volt az utolsó pálya. Már amúgy sem emlékszem, hogy mi volt. Mi is volt? Másit? Az előző hétnek az utolsó pályára, hogy ez mi volt. Na most ugye kérdőjeles. De nehéz kikerülni őket. Ez nekem jön. Jó van. Ilyen rózsaszín csíkja van ennek. Most nézem. Jó, itt egy picikét most így valamiért mindig így eldobja a kocsit. Indokolatlanul fordul egyet. Úgy érzem, hogy azért ez a dőlés, ez enyhén broken volt. Kénytelen vagyok a gázt elengedni ilyenkor. Különben neki szaladok ennek a villamosnak. Jó, ez is érdekes volt. És így megnyerem San Franciscót. Te azt a rohadt! Ez kemény. You just unlocked Fuji! Jó kis pálya. Gyakorlatilag Fuji-ba megyünk. De amúgy... most pont ezen gondolkozom. Várjál, ez az a Fuji? A hegy? Igen, 150 a hízi fekvőrendőrön. Ugye ez egy versenypálya. Nem hegy, bocsánatok, az versenypálya. Várják, Kaliforniában Fuji. Nem Laguna Seca van ott? Ja igen, viszont ezen a pályán úgy érzem, hogy ezen vérezni fog. Chocolate Thunder Raceway, what the hell? Ezt most olvasom. És ez körverseny ráadásul. Érzedem, a harmadik hely lesz itt, amit megszerzek, az kész. Nem is tudom, hogy forfétálni lehet, restartolni lehet. Ez igazi Fuji részfély? Én is pont ezen gondolkoztam, hogy amúgy ez nem az akarna lenni.
Ez a Chocolate Thunder Raceway. Én ezen összepisilem magam, vagy meg ezen a neven. De amúgy pályaszerkezetre pedig nem az akarna lenni. Az vagy most így nekem nincs meg kérteni így előttem a pálya. Egyáltalán nem. Akkor nem, akkor ez csak valami poén akar lenni, vagy fingom sincs. Top 3 to advance to the next week. Ja, ráadásul top 3-ba kell lenni. LA. Igen, most viszont San Francisco helyett van Fuji. Kurva szar. Úgyhogy úgy érzem, hogy na ott megint egy harmadik helyet fogok összeszedni, aztán cső. Azért ez mondjuk már jobb, mert legalább nem az van, hogy mind a három héten dettóra ugyanazt a pályát nyomod le, hanem picit változik. Csak meg ezt. Santa Monica LA Airport. A Santa Monica. Illetve többieket meg itt lehagytam. Na, jött a következő. Na, milyen pálya az? Adném. Mansasta. Vagy Sasta, vagy fog tudja. Na, nem tudom, közben azon gondolkozom, hogy most valami baszató szint kéne ennek. Várjál, viszont lehet, hogy fekete lesz. Oh yes. Méhecskés lesz, he. De amúgy tetszik. De lehetne akár fordítva is méhecskés.
Na, Twitch megint meghalt. Jéééé! De sokáig bírta. Az autón meg itt a lávába szeretne menni, mert ezt erőteljesen elkezdte ott izé kiszkálni. De jön. De jön. Én meg hú, de megyek. Szóval jusson eszembe, hogy ott azért neki kell próbálni a középső utat. Középső. Víííí. Azért mondom, ezt ki kéne próbálni, hogy ezt megnézni, ez milyen. Lehet, hogy ez sokkal jobb. Úgyhogy ez is szerintem egész jó. Na, jön a highway. Egy! Na, csináljunk fordított méhecskét. Mondjuk jó fekete lett ez. Bár nem tudok ilyen izét csinálni. Ja, de ez így kell. Totál pirosra. Jó van. Régi világosra. Aha, hát nem lehet olyan jó kis izét fordított méhecske szint csinálni belőle. Mindegy, én megpróbáltam. Igen, úgy néz ki, hogy ez sötétebb a, ahogy hívják, kerekeknél ez a, mit túró az. Jó, hagyjütnek se fog eszembe jutni most. Egy jó kávészi van ennek az autónak. Az az erőszakoljatok meg két autót, tényleg. Hatan ráadásul. Igen, nagyon jó két autó egymás mellett, és akkor közte kell elmenni. Nem tudom, hogy itt lehet-e menni a földön, de szerintem nem. Ez mondjuk egy Need for Speed darámban vicces amúgy, amikor pont így jön a vizé forgalom. Szembe is, meg a menetiránya megegyezően, és akkor próbálj meg kettő autó közt elmenni, pláne pont az egyik izé pályán, amikor a... Kelvin ellen kellett, mert aki a izét vezette a piros SLS-t. És na ott aztán úgy ugratni, hogy amúgy ott lazán kapott a szembe forgalmat is. Igen, mondjuk azért rá kell tűnik, hogy ez a rövidítés se annyira jó. Lehet, hogy most már Highway 1-nél azért próbálkozni kéne mással. De az eredeti útvonalon menni.
történt? Milyen? Ezután jön pont a Fuji. Já, rossz lesz az. Még jó, hogy mondjuk azért szereztem a Csinórba első helyezést. De az van, hogy a top 3-ba kell benne lenni, és akkor... win. Egy 8-as. Szép. Ott az A. Nagyon jó nevek. A meg egy 8-as. Egy baszhatok egy safe state-et, aztán majd mindjárt... Nem is tudom, melyik pályát fogok beadni. Ez innen látszik, hogy nem mindegyik autónak megy amúgy ez a kanyar. De amúgy tök jó, hogy nekik meg megy, nekem meg nem. És három körös. Oh my god. Oh my god! Hangom azért így elment a kádra. Oh my god! Még jó, hogy három körös amúgy ez a pálya. De amúgy ezt a harmadik helyezést ezt olyan fixen tudom tartani, mint a fene. Ja, mert ezt a kanyart például nem tudom bevenni a következőt. Se nagyon tudom már ezt a nagy kanyart. Na, jej. Na, szóval Fujit lezavartam, és nézzük, Unlock Clover. Miért unlockolok ilyen szarpályákat? Pillanat, remélem, hogy azért annyira nem szaladt előre a Twitch. Jól láttam. A menüben nem volt kereke a izének. Az autómnak. Tök jó például ez a pálya is olyan, hogy azért néha elsüllyednek az autók. Csak úgy. Harmadik. Hogy a rákba? Most meg első. What the hell? És játék, mi bajod van? Részek szegény. Harmadikból első lettem, úgyhogy egy autót előztem meg. Gyerekek, ezt jegyezzétek meg.
azt képest, hogy leszaroztam a pályát. Első vagyok. Majd mindjárt nem sokáig. What? Mi történt? Hirtelen este lett. Most meg nappal. Mi történt? Ez az, megnyertem a Sport Series-t. És az autó nyereményem egy ilyen rendőrautó. Amit egy tök jó, mert nem használhatok most izében. A heavy-ben. Mert most a heavy jön. És a heavy-nél Monterrey-el kezdünk. És utána igen, haladunk tovább. Na, sovestate. Na nézzük, mikkel lehet menni. Ja igen, mert tényleg van ez a convertible. Nagyon rossz, nagyon rossz, nagyon rossz. És sajnos olyan jó. Ezért mondtam, hogy mondom következőben, úgyis a muscle-lel kell menni. Mert egyedül a muscle jó. De most mi sem mutatja igazán jól. Ugye a muscle a legjobb, hogy a muscle van előttem. Más színbe. Ez nagyon jól bizonyítja ezt a tényt. Ez egy tény. Ez meg egy oszlop. Ez meg egy Arsenal mez. Az a helyzet, hogy most én egy poloskát értek az órában. Ő mindjárt ezt a versenyt lenyomom és megnézem az ablakomat, mert amúgy éjszaka volt. A szúnyog hálomon tobzódott, és lehet, hogy most is van egy. Jön az ősz és hát jön a sok poloska. Fúj. Jej, hát nem. Ne is lássak! És lehet látni dagadt testemet. Ami csak egy slightly. Várjál, mi is volt a pálya? Pillanat. Yosemite, na! Igen. Á, na igen, eszembe jutott. A Yosemite pályában van ez a szarkanyar. Azaz, ők meg erőszakolják a kamiont.
és nem süllyed. Na hát mondjuk ez így jó lesz. Ja igen, mert tényleg a heavy volt az, ami eléggé azért viszonylag büntetett a pályákkal. Azaz. Na, itt a kedvenc kanyarom. De erről beszélt, hogy na ez a rész ez olyan rohadt indokolatlan, mert ezt nem lehet normálisan megcsinálni, de amúgy tök így a fákat ki lehet dönteni. Kurva nagy fákat, érted? Ja és ez az emelkedő. Hát azért na ez a WTF. Nincs a valóságban ennyire durva emelkedő. Mint itt. Szürreális. Mert azért oké, hogy vannak ilyen 10, meg 20, meg 30%-os emelkedők, de ez már szerintem a 40. Vagy az 50-be is beletartozik már. Na hát, tök király második hely. Így kell ezt csinálni. Mondjuk úgyis a lényeg az az, hogy bízébe legyek benne a topba. Ennyi, 5 ponttal még verem. Verem! Szóval megyünk a sivatagba. Gyere nekem! Miért lassulok? Ha! Azt kaptam azt az autót a pofámba. Akartam is mondani, hogy mondom, neki mehetne a kamionnak csak úgy. Az... It has been kicentized. Ez az. Végre neki ment egy pick-upnak. A legjobbkor.
Na. Sivatag az legalább megvan. Azt hittem, hogy ez már innestől nem számít bele, hogyha itt nem érek hozzá. Itt is a kufó. De csúnyák. Na, jöhet a... Monte! Márjál, viszont van... Na ez. Sled! Nézzük. Próbálom ezt is. Ez milyen. Nem biztos olyan jó, csak olyan mafiásnak tűnik. Azt mondom, a kedélekek nem olyan jók. De, az, de valószínűleg ez se annyira. Csodálkozunk? Ez jó lassú. Úgyhogy nem véletlenül azt nem választottam. Még ahhoz képest van, amikor meg az van legelől. Pedig amúgy így rakás szar. Az előbbi kipróbáltam, hogy borzasztó rosszul, gyorsul. Szóval keressük ebben a logikát. Hogy hogy mégis itt elő van, de amikor meg én vezetek, akkor borzasztó rossz. Na jó, nyíld le, hogy ez a Twitch-em. Egyszerűen... Fenomenális! Valahol ez már nem meglepő. Na. Bum, azaz, gyönyörű volt. Repülnek a Doritosok, most nézem. Az a szikra effekt. Szepota. Izében is valami hasonló volt, pont a Test Drive 4-ben, csak ott izé Doritos formában voltak az érmék. Na nézzük Franz Sanciccót, na mi? San Francisco-t. Elögdössé most már! Azaz. Most ott fogja tolni a pick-upot. Kajak, meglöktem. Really? Előzzem már meg. Hát egy sem, ezt nem hiszem el. De, látjátok? De erről beszélek. De ha én vezetem ezt az autót, akkor amúgy egy rakás szar, de ez meg most itt van előttem. Úgyhogy a gép vezeti.
Nye. Ja, ki lehet menni a fűre, ez jó. Win! Keresztül mentem a csajom. Ez dead case. Megnyertem a versenyt és közben megöltem valakit. Szomorú. Na, next week. De szerintem ez ma coming soon lesz, mert most ezt még lenyomni, ez is egy negyed óra. És még ugye hátra van a post, és a cup. És azt szerintem úgy pont úgy fog kinézni, hogy megcsinálom ezt, meg megcsinálom a coastot, és akkor utolsó stream lesz a cup. Ja, akkor ezek szerint ez nem két streames lesz, hanem három, tehát mindegy. Nem baj, úgyis jó lesz majd mondjuk, mit tudom én, egy lazább nap után, egy lazább stream, aztán majd szépen haladunk. Nem tudom, meglátjuk, de minden esetre szerintem akkor mai napra legyen elég. Elég? Aztán, hát természetesen akkor majd akkor innen lesz folytatás. Pláne, hogyha a Twitch is jól összeszedi majd magát, és jövő héten fogom majd innen folytatni. Úgyhogy akkor hát addig is köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a jövő héten. Addig is további szép napot, sziasztok!